Végre tavasz. Even if they say we'll never make it, even if they tell us we'll fight forever, they all don't like the picture of you and me together. I think that's just worried, 'cause together we're so strong. It's like a fusion, we're only one body, we're one body and one soul. Once we arrive in the most beautiful sound. Figyú Mák, szép a konyhában vagyok. Örülj, hogy nincsenek testvéreid, megint iszonyú kupit csináltak. A francba, a mosogatógép is tele van. Nem, most nem tudsz átjönni. Tudom, hogy még nem voltál nálam, de tényleg nem érek rá. Leteszem, jön az anyám. Megesküdtél? Az életemre és a tiédre. Na és, meghaltam? Ha még többet hiányzol, ki fognak rúgni? Nem lehet mindenki olyan okos tojás, mint te. Egyébként sem tartozik rád. Nem azt mondtad, hogy épp jön az anyukád? Á, és persze megvan a szuper terved, anyu. Itt maradsz holnap? Odafigyelsz mindenre? Halló? Legalább főztél valamit. Ne már, Max, hányszor mondjam, hogy most nem jó? Fogadok, hogy a konyhában is mocsok van. Ó, fogd már be végre a szádat! Nem te a húgom. Élni akarok. Igen, tiszteletes úr. Hána sajnos felmondott. Nem történt semmi, csak váltani szeretne. Ó, tartaná egy picit? Valaki kopogtat. Köszönöm. Igen, Bauman. Ó, elnézést, visszahívhatám később. Köszönöm. Köszi. A Frühlingi falu segítőket hívta. Kérem, hagyjon üzenetet. Hartmann vagyok a KOP biztosítótól. Az egyik kérelemnél rosszul számolták ki a forgalmi adót. Kérem, hívjon vissza a 0-8-1-2-34-72-93. Jó napot, Bauman asszony. Jesszus, magával meg mi történt? Azon túl, hogy szemműtétre lesz szükségem. Lebénult a nyakam, kitűnően vagyok. Mit tehetek magáért? Tudom, hogy maga az állatorvosnál lakik. Sürgősen szükségünk lenne a mobil számára. És csak úgy átruhant az úton. És körül sem nézett. Még ilyet. Élni akarok. Melyik mókamester volt ez? Szóval, Márk. Reggel azt mondta, az éberéknél kezd ma. A rögzítő. Vajon hol lehet? Felhívom a barátnőjét. Á, a tanárnőt. Kiki? Be kell jönnöd a kórházba. Rettenetes dolog történt. Megyek. Jól van. Intenzív osztály. Dr. Gajdát várják a kettes kezelőben. Az anyukám mindjárt jön. Enélkül sosem ment fürdeni. Tőlem kapta. Neve is van már. Mac. Egyszer azt mondta rá, hogy Mac.
Szuper, jó na csak volt, nem? Hé, hey, hova tettem a kulcsot? Megvan? Tudod, ahogy az előbb mondtam, az anyukám falusegítő. Mindig jön, ha baj van. A hülye defekt miatt volt. Mikor kijöttem a suliból, nem vettem észre egyből. Elindultam. És majdnem elestem. A pumpámat is eldugták valahova. Különben sokkal hamarabb hazaértem volna. De Krisztina, ez nem a te hibád. Hm? Ha ezt odaadod Beninek, akkor nem halhat meg. Mert mindig nevet, ha meglátja. Hát... Mindjárt jövök. Csak annyit tudok, hogy több percig víz alatt volt. Francba. Ő jött Krisztina, a kicsi, és Laura, a nagyobb nővér. Laura ma nem volt iskolában, mert az anyukájának fontos dolga volt. Neki kellett vigyáznia az öccsére. Beültette a fürdőkádba. Aztán csörgött a telefonja is. Okay, ez elég is. Szia, Laura. Kátya vagyok. Segíteni fogok az anyukádnak, hogy bent maradhasson az öcsédnél. Én... Jó napot! Krisztina vagyok. Szia, Krisztina. A lánya már mondta, hogy segíteni fog. Igen. Anyu! Beninek most nagyon sokat kell aludni a kis csillaga. És sokat kell imádkoznunk, hogy hamarosan felébredjen. Az anyukám. Laurát nagyon megviselte a dolog. Az én hibám volt. Hogyha otthon lettem volna talán. Minden rendben lesz, anyu. Megígérem. A lányom elintézte, hogy kapjon egy külön szobát. Igen, beszéltem a főorvosnővel. Addig marad a fiánál, ameddig csak akar. Elmondom apunak. Minden mást elintézek én. Szeretnék hazamenni a lányaival, és behozunk magának pár dolgot, ha ez így rendben van. Köszönöm. Köszönöm. Nem mész be mégis az öcsédhez? Minek? Úgy se érzékel semmit. Ha meg akarja várni a húgomat, inkább beülök a kocsiba. Jó. MDD 798. Ott áll. És ugye odafigyelsz, hogy Mac mindig vele legyen. Természetesen, nyugodtan rám bízhatod. Megkeresed a nővéredet, és megvártok a kocsiban? Akkor szia!
Na, akkor a mai grillezésnek annyi. Sajnálom, hagyunk neked is kolbászt. Sam is jön? Ha időben ideér Münchenből. De az előbb itt láttam. Hol? Itt Frühlingben, egy lánnyal. Milyen lánnyal volt? Jól nézett ki? Haj, nem a legjobb pillanat, hogy elmeséljem. Vagyis jól nézett ki. Ne már, Kiki, nyilván van rá magyarázat. De megígértük egymásnak, hogy mindig igazat mondunk. Jó. Mennem kell. Azért köszi. Elérted az apukádat? De nem is SMS-ezik. Csak valami hülye játékot játszik. Anyu utálja. Ne kavarsz, Tina! Nem, még nem értem el. És a rögzítője? Szuper ötlet. Mindjárt rámondom, hogy mi történt, oké? Úgy tudom, az apukátok kamionos. Sokat van úton, igaz? Igen, de nem azért, mert nem szeret itthon lenni, hanem mert nem elég a pénzünk. Jó, de ezzel sokan így vannak ám. Minden drágább lesz, nem tudjuk megvenni. Ilyenkor muszáj másodállást vállalni. Magának is van másod, harmadállása? Nincs. Akkor azt sem tudja, miről beszél. Csukva a zsalogáter. Megjött apu. Mindig ledől, ha megjött a munkából. Beszélek vele. Nem, majd inkább én. Beszéljünk vele közösen. Egyedül akarom elmondani neki. Utána majd szólunk. Kérem. Jó, legyen. Ahogy akarjátok. Embereknek belépni tilos. Mi? Nem! Apu, állj meg! Apu! Várjál! Itt hagytad anyu táskáját! Láttam a kisházatokat. Nem mindenki mehet be. Hm? A tiéd? Meg tudom érteni, hogy nincs kedvetek beszélgetni. De sokat segítene, ha többet megtudhatnék az életetekről. Vannak állataitok? Mindet eladtuk. Levágták őket. Átálltunk a burgonyára. Jobban megéri. Ha áprilisban elvetsz, vagy kihajtok, vagy nem. Ha májusban vetünk, már is aratunk. Ismeri a krumpli verset? Volt már dolgom krumplival. A betakarítással is? Bizony, azzal is. Keresek valami desszertet? Úgy volt, hogy holnap én is kimehetek anyuval. Tavaly nagyon sokat segítettem anyunak és apunak. Szeretek segíteni. Ó, mert olyan jó ember vagyok. Nem ismerek nehéz munkát, pedig csak egy gyerek vagyok. Iskolába is szeretek járni, mert tanulni szuper. Laura. Mindegy, hogy valaki majdnem meghalt, én akkor is nevetek. Magolom a szavakat. Laura. Mindenki máshogy dolgozza fel a veszteséget.
Megértem, hogy vacakul érzed magad. De ha magadra haragszol, ne a húgodon vezess le. Ne jöjjön nekem ezzel a konyhapszichológiai dumával! Remélem, a takarítás jobban megy, mint mások analizálása. A kocsit is összemocskolja. Jó. Ennyi, végállomás, ideje kiszállni. Na, gyere ide, gyere. Szállj ki végre. Miért a saját kocsiddal hozod? Elég büdös, nem? Nem. Képzeld, rózsa illatú. Először elfelejtesz, most meg még neked áll fejjel. Nem felejtettelek el. Á, tényleg. Valóban romantikus volt a mai ebédünk. Csak azért volt, mert a disznó nem akart beszállni a kocsiba. Másfél órán át kergettem a faluban. Képtelen vagyok elérni. És miért firkáltad össze? Én? Ezek az idióták voltak. Válogatás nélkül festik fel az istálókra, hogy állatkínzók, szadisták. Amit ilyenkor szokás. De most úgy tűnik, stratégiát váltottak. És el is engedik őket. Te nem örülsz, ha egy állat megmenekül? Mert ezeknél a leszadistázott gazdáknál én vagyok az állatorvos. Az állatoknak jó soruk van, sőt, nagyon is jó. Nem úgy, mint most nekem. Jó. És most kifelé! Én ne kiabálj vele, még sokkot kap! Felcsaptál állatpszichológusnak. Mondjak valamit, Mark. Nagyon sajnálom szegény malacot. Ilyen állatorvos elől én is elbújnék. Csak mert felemeltem a hangomat, nem áll. Sophie! Vagyis akkor ma este már nem jössz át. Mégis merre jársz? Hát, még mindig Münchenben vagyok. Talán még találkozom egy galériással, meglátjuk. Holnap mindenképpen találkozunk, rendben. Oké. Mi? Miből van eleged? Ha? Mi bajod van már megint? Mi van veled? Hogy beszélsz velem? Sehogy se beszélek. Mark! Miért ül egy disznó a kocsidban egy sonkás zsemlével? De az az én sonkás zsemlém, francba! Csak volt a sonkás zsemlém. Még jó, hogy mindjárt grillezünk. Akkor jó étvágyat. Jaj, nem már, Sophie, nem kell egyből megsértődni. Az van ráírva, hogy mentsetek meg. Igen. Megkínozták? Nem. Akkor miért írták rá? Azok az idióták voltak. Kik? Felhívom a tulajdonosát, hogy jöjjön el érte. Tudod, hogy kell viselkedni, ugye? Nehogy te is a grillen végezd. Micsoda vacak egy nap. Ha a mai nap hal lenne, egyből visszadobnám a vízbe. Tudod mit? Akkor már grillezzünk hármasban, ahogy régen. Sajnálom, de közben megváltoztak a terveim. Na, akkor az anyukád és én nagyon jól fogunk lakni. Ma este anyu sem jön haza. Nem? Tartok tőle, hogy egyedül vacsorázol. Állj meg! Most tovább mész! Gyere már ide! Állj meg! Állj már meg! Ó, ezt gyakran csinálom. Szórakozásból. Szerintem anyu aláírása a legszebb. És mit csináltál a matracoddal? Ha az ember új ágyban alszik, kívánhat valamit. De sajnos nincs új ágyam. Hát csinálnom kellett egyet. Ezt én álmokkal ismertem. Amit az első éjszaka álmodunk, az valóra válik. Nem! Akkor lehet kívánságunk, ha új ágyban alszunk. De sajnos van egy fura kitétel is. Gerendákat kell hozzászámolni. Arra is gondoltam, hogy felmegyek aludni a padlásra. Ott jó sok gerenda van. De még több pók. Szerintem itt is sikerül. Azt szeretném, hogy Benny megint hazajöjjön. Hogy újra egészséges legyen. Biztosan meggyógyul.
Amikor olyan kicsi voltam, mint te, volt egy kívánságkövem. És? Minden kívánsága teljesült? A legnagyobb sajnos nem. Tessék, fogd meg. Miért? Az mi volt? Tudod, én egyke voltam. Mindig szerettem volna testvéreket. Örültem volna, ha van egy bátyám. Úgy képzeltem, hogy Timó a neve. Mert Timó mindig meg tudott volna védeni. Lehet, hogy maga védte volna meg Timót. Nem gondolod, hogy Timót idegesítette volna, hogyha a kis testvére vigyáz rá? De a nővérem is mindig kiborult tőle. Igen, vettem észre. De nem gondolja komolyan. Mindkettőnket nagyon szeret. Amikor annyi idős voltam, mint Laura, én is inkább a barátnőimmel lógtam. És maga minden nap bement az iskolába? Én? Persze. Jó, nem mindig szívesen, de bementem. Ki nem jár mindig iskolába? Ha van kedved, holnap iskola után kimehetünk a krumpli földre. Ó, igen, jó lenne. De persze, az sem baj, ha nem jön össze. Hé, az ígéret szép szó. Laura, beszélhetnék veled? Igen, jó estét és viszlát! A kórházban láttam, ahogy anyukád megpróbált megölelni. Nagyon szeret, tudom. De ez akkor is megtörtént. Na és mindenki követel hibát. Elhiszem, hogy lelkiismeret furdalásod van, de... Beszélj anyukáddal. Segíteni fog. Megvárom az apukádat, és elmegyek. Hagytam lent egy cédulát a címemmel és a telefonszámommal. Bármikor elérhetsz, jó? Hívj nyugodtan. Jó éjszakát. Minden rendben szemmel és veled. Minden pasi szemét. Holnap nem lesz iskola? Nem megyek, a kisöcsém kórházban van, rosszul bírom. De bulizni van kedved, igaz? Mindenki máshogy kezeli a veszteséget, maga mondta. Thank you.
vagy, és éppen képet adsz el! Röhögnöm kell! Ki van oda, ki? Csak szemmel akarok beszélni! Szem, te Francba, ez meg ki? Ez Kiki. A barátnőd? És mit keres itt? Fogalmam sincs. Hé, te kis trampli, mi az? Teljesen elment minden eszed? Mit ordibálsz itt az éjszaka közepén, mint egy éjjeli bagoly? Hogy mondja? Ki ez a nő, Georg? Hát én még sosem láttam. Lejjebb vinnék, kérem, egy kicsit a lámpát. A lánya az én barátommal, vagyis az exemmel kukircol. Nem akarom már visszakapni, csak beszélni akarok vele, hogy megmondja, mekkora egy seggfej. Mennyit ittál? Hogyan? Hogy részeg vagy-e? Nem! Persze, hogy nem! Csak nagyon ki vagyok borulva miatta! De nekem nincs lányom! Vali, hívd a rendőrséget! Ez a kislány teljesen be van rúgva! Francba! Tényleg nincs lánya? Nincs! A fenébe! Húzzunk el innen! Mi lesz Kikivel? A gyere Francba! Már. Egy nagy félreértés, sajnálom, és kifizetem az üveget! Aha. Azok meg ott kik! Malacgyilkos, állatkínzó, disznógyilkos. Ha, te kis ravasz fehérné! Ne! El akarta terelni a figyelmemet, hogy a kis barátaid nyugodtan pingálhassanak! Nem, ahhoz nincs semmi közöm! Ezt majd a rendőrség tisztázza! Engedjen el! Velem tisztázza! Eresze! Azt mondtam, hogy engedj el! Támogatom a dogát az állatok jogaiért. Mi? Hogy? Francba, azt hittem megcsalsz. Mi? Már miért csalnálak meg? De hazudtál nekem. De nem azért. Na, ide ért a rendőrség. Na, ebből jó kis feljelentés lesz. Bizony, a doga fogja feljelenteni magukat, mert fényképes bizonyítékai miféle vannak. Miféle fényképek? Most csak hápog mi. Tudom, hogy mi folyik maguknál. Vakuval csináltam. Mindent dokumentáltam. Mindent kitörölsz most azonnal itt helyben. Nem, nem, semmit nem törlök ki. Nyilvánosságra fogom hozni, ez lesz a vége. Ereszel! Ereszel már el! Adja már vissza! Hé! Adja ide! Vissza, fiam! Adja vissza a mobilomat! Álmodj csak, fiacskám! Mi történt itt? Waltraud Drexler, és én telefonáltam. Jó estét! A férjem és én feljelentést szeretnénk tenni csendháborítás miatt. És rágalmazásért. Én pedig feljelentést teszek állatkínzásért. Rongálás is volt, nézzék meg, micsoda disznóulat hagytak. Szóval ti ketten voltatok? Nem, neki igen. Nincs hozzá köze, egyedül a csináltam. A maga tehetetlen állatok jogaiért küzdünk, akik nem tudják képviselni magukat. A szervezetünk neve... Doga, az állati igen, jogokért. Igen, az állati jogokért. Ezt majd a kapitányságon tisztázzuk. Jó estét. Jó estét. Én... Jó, jó. Tudom, hogy kicsoda, a feleségem már elmondta, hogy segíteni akar meg minden. De előre megmondom, nincs pénzünk állandó segítőre. Emiatt feleslegesen aggódik. Katya Baumann. Mindent a biztosító fizet. Igen, persze, aztán mégis kiküldik a számlát, hogy tévedés volt. Ezt már nagyon jól ismer. Köszönöm, nem. Mi az egyházhoz tartozunk. A tiszteletes a főnököm. Hogy van a fia? Alig ismertem rá a fiamra a sok cső meg gép között. De az orvosok szerint a következő napokban dől el, hogy... Azt mondja, az egyház küldte. Csődbe mentem, érti, hogy mit jelent ez? Kénytelen vagyok tovább lépni, érti, milyen nehéz? Most már kamionoznom is kell. Igen, ezért hétköznap kevesebbet vagyok itthon. Nem kell mentegetőznie. Tényleg nem. Van gyereke? Uh-huh. Egy lányom. Akkor tudja. Na, nem, amikor várta Benit,
Az éjszakák voltak a legrosszabbak. Verítékben úszva ébredtem fel, mert arra gondoltam. Már arra se lesz pénzünk, hogy pelenkát vegyünk neki. De végül sikerült. Mert a család a legfontosabb. Akkor erre kocincsunk. Ez a helyzet. A lányai sokat segítenek, igaz? Már amennyit láttam belőlük. De mit figyelt meg eddig? Ha a lányomnak segítenie kell otthon, mindig nyávog. Krisztina sosem nyávog. Az iskolában is kitűnő. Fogalmam sincs, hogy kitől örökölte. Tőlem nem. És Laura? Miért? Mi van Laurával? Hát nem lehet, hogy féltékeny egy kicsit. Ott van a szorgalmas húga, és a kisöccse, akivel még sokat kell foglalkozni. Hány éves a lánya? Kiki 20 múlt. És sosem volt kamasz? Oh, dehogy nem. De Kikivel nem történt. Ilyen kemény dolog, hál' Istennek. Csak azt akarom mondani, és nem szeretném megsérteni, de azt hiszem, hogy Laura most különösen nagy odafigyelést igényel. Vagyis sok időt, sok beszélgetést. Miből gondolja, hogy nem beszélek a lányommal? Én nem ezt... Elnézést. Igen, halló? Mi? Hogy hol vagy? Azonnal megyek. Oké, szia. Sajnálom, most mennem kell. Itt a számom, ha lenne valami. Holnap jövök. Jó. Hol a fuvarom van, azt nem tudom lemondani. Jó, akkor megbeszéljük máskor. Mi történt? A lányom a rendőrségen csücsül. Ennyit a kamaszkorról. Na, akkor szerencséje volt. Hogy még nem itta meg a sörét. Vagy úgy. Köszönöm, viszlát! Jó, viszlát. Egész idő alatt te beszéltél, mi is megszólalhatunk végre. Mit keresünk itt? Jó. Nem is tudtam, hogy felújítasz. Én sem, hogy börtöntöltelékek lettetek. Kikinek semmi köze az egész, ez minden az én hibám. Különben is túlzásba esel. Eltúlzom. Mit is mondott a rendőrség? Csendháborítás, vandalizmus, hivatalos személy sértegetése. Kihagytam valamit? Károkozás. Igen, és állatkínzás. Szemmel csak kiállunk a szegény védtelen állatokért. Kiki, hagyd már abba. A rendőrség kicsit máshogy látja. Mások házának a fala helyett inkább éljétek ki itt magatokat. Most? Most, és Lilára. Anyu, késő éjjel van. Ez az előbb sem zavart, ugye? Ja, és húzzátok be az ajtót, ha elkészültetek. Na ti, nem. Fogjunk hozzá. Miért nem csinálja meg volna? Éljen a legjobb festeni. Aha, mert nem látod, milyen szívű. Állj, várj, lassabban. Szem és Kiki, ez a két idióta. Nem, a Szem egyedül volt valami állatvédő barátnőjével. Mit tudom én, ő persze lelépett. De miért tartóztatták le Kikit is? Az félreértés volt. Félreértés? Hülyének nézel? Nyugi, mi bajod van? Jó reggelt, nincs semmi bajom. Mindenkivel bajod van. Ezt beszéljétek meg egymás között, én mentem dolgozni. Sziasztok! Szia! Jó. Most megbeszélhetjük a tegnapot. Nem, Sophie, ne haragudj, de nagyobb gondjaim vannak. Atyaik, ez undorító. Most nézd meg! Miért nem akasztotok fel nyilvánosan? Mi? A gazdaságoknál, amiket kipingáltatok, én vagyok az állatorvos. Azt mondtad, hogy Sam kipingálta az istállókat. Hagyd már, Kiki. Szerintetek az állatkínzók cinkosa vagyok? Huh?
Jó, lehet, hogy nem minden gazdaságnál volt igazam. De ez a mostani tényleg nincs rendben. Lőjük le mindet, és reménykedjünk, hogy a bűnös is köztük van. Hol van ebben a logika? Szembe tudja bizonyítani, hogy rengeteg disznót nyírtak ki. Az ólakalja csupa vér. Csináltam pár képet a telefonommal. Leválogatják a kisebb és gyengébb malacokat, amikkel csak a gond lenne, érted már? Sam azt mondja, hogy agyonütik őket. Akkor én megyek. Jó. Melyik gazdaság az? Drexler. Kint a völgyben. Nem ismerem. 144 állásuk van, de túl sok vemhes kocát láttam. Bátran elhiheted, 2 héten át figyeltem őket. Jól van, akkor mutasd a bizonyítékot. Hát azok elvesztek. Mi? Hogy? Ez meg most mit jelentsen? Azt, hogy Drexler elvette a mobilomat, és azon voltak a képek. Mi a fene ez a marhaság? Tudod mit, Mark? Menj a francba! Tudod mit, Kiki? Menj te a francba! A fenébe. Jó reggelt! Jó reggelt! Minden rendben? Igen. Hé, én akartam reggelit csinálni. Hű, már a rántotta is kész van. Anyu szerint az ember a szokásai rabja. Minden reggel megcsinálom. Jaj, ne! A nővéred hol van? Még alszik. Azt hittem, együtt reggelizünk. Igen, hárman. Ébresztő! Hé, most meg mi van? Sajnálom, de az iskola nem délben kezdődik. Mondtam, hogy nem megyek be. Aki éjjel legény, nappal is legyen az. Legalább ma senki nem ereszti le a kerekemet. Ki tenne ilyet? Úgy sem ismeri. Steffi a főribi. Á, már rég kibékültünk. Akkor 1:45-re jövök. További szép napot. Köszönöm. A tesulit hol van? Fáj a fejem. Ilyen utcát nem ismerek. Nagyon vicces. Hé, hey, Stina! Meg akartalak hívni a születésnapi bulimra. Át akarsz verni? Nem. Anyukám azt mondta, hogy béküljünk ki végre. Tudod, mert nem voltam rendes veled. Már el is felejtettem. Jó, akkor eljössz? Persze. Mikor? Holnap 3-kor. Hé! Hey! Steffi, elfelejtettél valamit? Á, igen, persze. A csodába. Aki szeretne eljönni holnap a szülinapomra, előbb ki kell állnia egy próbát. Jó, de milyen próbát? Gyere, megmutatjuk. Miért nem megy be a húgod? Gondolatolvasónak néz. Meg kell lenned valamit. De micsodát? El akarsz jönni a bulimra, igen vagy sem? Ez meg mi? Csak egy zsemle. És mi van benne? Ne dubálj már annyit, harag bele! Zavarok? Önként vállaltam! Ezt akartad megenni? Jó étvágyat. Csak vicceltünk, nem hagytuk volna, hogy megegye. Fogadok, hogy te vagy Steffi. Honnan tudja a nevem? Mielőtt neked állna feljebb, beszélnék a tanárnőtökkel. Miért nem vagytok még az osztályban? Gyerünk befelé! Futás! Minden rendben. Igyekezz már! Kátya, mit keresel te itt? Hazajössz velem? Az nem ilyen egyszerű, enyém a felelősség. Semmi baj, itt maradok. Oké. Én vagyok a család segítőjük. Akkor maradj náluk otthon, hadd végezzem a munkámat. Hagyom, hogy végezd a munkádat. Nem, Kátya, megint mindenbe beleszólsz. Tudod, hogy a kisöccse kómában fekszik? Mi? De hogy csúfolják, azt ugye tudod.
Már küldtem is pár levelet a szülőknek. Amik aláírva szépen vissza is jöttek. Igen. Mit akarsz ezzel mondani? Próbáld meg kitalálni. She can't waste time with so much left to do. Oh, ease was a ticking bomb dreams, the target that blew up. Now it's pulling her down. No. She walks a tightrope space, so a slope so steep. Get where they expect you to be. She walks a tightrope so slow. Azt hittem, hogy a hülye iskolába megyünk. Besétáltál volna, megvárod, amíg megfordulok, fogtad volna a hátizsákodat, és szépen kisétálsz. Akkor minek kellett felkelnem? Hogy jobban megismerjük egymást. Tessék, Bauman! Á, maga az? Az anyukád. Jó, és hogy van a fia? Éjszaka nem volt semmi gond? Anyukát kérdezi, hogy meglátogatjuk-e ma. Nem, akkor inkább suliba megyek. Igen, itt vagyok. Ha több pénzt kapnék az EU-tól, építhetnék egy még nagyobb istállót. Az istállóval semmi baj. Hát nem jelentesz fel? Mi a nyavajáért jelentenélek fel? Az istálló tiszta, az állatok kiválóan vannak. Mindegyik egészséges. Tobi, jó napot! Tobi? Ne már. Sütze úr! Védő aktivisták kémkednek a gazdáknál. Hát ilyen nincs. Krisztina, előre mennél? Laura, gyere! Az anyukád örülne. Utálom a kórházakat. Jó, akkor maradjunk mindkettenként. Ha nem mész be, én sem megyek. Ne már! Tessék a kávéja. Köszönöm, Lisa. Nem látta erre a nővéremet? Azt hittem, fent van veletek. Fent is volt, de aztán nagyon összeveszett anyuval. Vajon hol lehet? Mi történt? Kiabálni kezdett velem. Gyűlöli, hogy a mi családunk tagja. Mi történik itt? Ne menjen be! Krisztina, engedj be, kérlek!
Titokban iszol? Megőrültél? Ez nem normális, Laura. Nem normális. Maga nem normális. Nézzem már tükörbe! Nem akartam kiabálni veled, sajnálom. Lehetséges, hogy tegnap, amikor az öcsédre kellett volna vigyáznod, szintén ittál valamit? Beszélek apáddal, orvoshoz kell menned. Laurának nem kell orvoshoz Fogd mennie. Fogd be a szád, Tina. De ebből még bajod lehet! Dehogy is! Mondd meg neki, hogy nem a te üveged volt! Fogd már be a szád! Mondd meg, hogy csak ki akartad önteni! Semmit se akartam kiönteni! Te megőrültél! Ez az enyém! Tegnap bulizni voltam és megmaradt! Nyugodtan küldjön el emiatt egy dilidokihoz! A barátaim fele is csatlakozhat hozzám! Francba! Francba, Stina! Francba! Felfedezte! Mit keres ott fönt? Ott a tábla, hogy idegeneknek tilos! Embereknek tilos, de az üvegeknek nem. Ott szoktam bulizni a barátaimmal. Ugyan már, Laura. Ne próbálj meg átverni. Nem tudom, hogy mi a gondja. Most már értem. Mindketten tudjuk, hogy kinek az üvegei. Laura, mi van veled? Sírtál? Hagyjál, ne szólj hozzám, ragyásképű! Sziasztok! Szia, Laura! Na mi újság? Minden oké? Aha. Akkor kimegyünk a krumpli földre. Tegnap megbeszéltük. Valamivel, de azt se használt semmit. Apu
Fiút fel is jelentették. Büntetést kellett fizetni, mert fiúnak adta ezt, pedig nem is volt az. Akkor megfogadtam, hogy én leszek a legjobb az osztályban. Hogy később jó állásom lehessen. És sose legyenek pénzgondjaim. És a családomnak se kelljen többet aggódnia. De sokszor a gazdagok is isznak. Elmeséljek egy történetet, amit csak kevesen ismernek. Annyi idős voltam, mint a nővéred. Bekopogtak a szomszédok, és hatalmas botrány lett. Megkérték anyukámat, hogy locsolja meg náluk a virágokat, amíg ők elmentek nyaralni. De a virágokat elfelejtette. És csak az érdekelte, hogy megigye az összes alkoholt. Apukám ugyanis nem engedett alkoholt a házba. Szörnyen kínosan éreztem magam, pedig nem tehettem róla. De ez nem normális. Micsoda, hogy inkább nálad tartanám a szülinapomat? Hogy soha senki nem mehet át hozzád. Minek jönnél át, hogy az okostojás hugommal szavakat tanulj, vagy az öcsimmel homokvárat építs? Tomi azt mondta, hogy ő se mehetett át. Nem, Tomi, a szüleim egy kicsit maradiak, nem szeretik, ha idegen srácok vannak nála. Igen, és Léna sem viheti haza Alexet. De a barátnői oda járnak. Állandóan ott ülnek. Király, na és engem az hol érdekel? Tudom, hogy mi a baj, oké? Léna elmesélte. Mit mondott neked? Hé, Max, halljam, mit mondott neked? Jó, oké. Azt mondta, olyan szegények vagytok, hogy egy szobában kell aludnod a testvéreid. Atya világ, ennél nagyobb hülyeséget még nem hallottam. Tudod mit, Laura? Ha hozzám se tudsz őszinte lenni, keres valaki mást, akivel szórakozhatsz. A hugod mondta, hogy itt talállak. Nem már, miért nem hagy végre békén? Csak bocsánatot szeretnék kérni. Bocsánatot? Nagyon rosszul ítéltelek, meg sajnálom. Most már megértelek. Értem, hogy nem akarsz az egésszel foglalkozni. De te vagy az egyetlen, aki változtathat rajta. A hugod még túl kicsi. És azért jöttem, hogy tudd, ha segítségre van szükséged, számíthatsz rám. Oké. Okay. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space. Jó estét. Jó estét. Maradt még rakott tészta ebédről, megmelegítsem. Ezért már is megkapta a Ludwig Feitmeier díjat. Én ma nem kérek. Oké. Okay. Szeretnék magával beszélni a nejéről. Az alkohol problémát gyakran elbagatelizálják. Kinek van alkohol problémája? Feitmeier úr. Ha a gyerekei tudják, maga is tudja. Mi? A gyerekeim azt mondták, hogy a nejem iszik. Laura! Krisztina! Ne keverje bele őket még jobban. Jó. Gyertek le, kérlek! Ez nem a gyerekek problémája. Mióta alkoholista az anyu? Miket hordasz te itt össze, mi? Pillanat, ezt Krisztina sosem mondta. Hát mit mondtál, halljam? De én semmit sem mondtam. Te mondtad, hogy az anyu iszik? Találtam a lányánál egy üveget, de nem az övé volt, hanem a feleségé. Hé, bocsi, hazahoztam egy üveget a tegnapi buliból.
tekilát ki akartam önteni, mert rosszul lettem tőle. A kórház mosdójában, pont akkor, amikor meglátogattad az anyukádat. Már Laura. Elnézést! Mi ez az egész? Mit akar a nejem nyakába varni? Mi van a kisházzal? Tele van üres üvegekkel. Mondd meg neki, hogy ott szoktunk bulizni. Sosem volt fiatal? Mindannyian keresztül mentünk ezen a fázison, nem? Tudja, hogy mit gondolok? Hogy nem is Laura hibája volt. A felesége felejtette a fiát a fürdőkádban, és azért, mert be volt rúgva. Kifelé a házamból azonnal menjen. Laura, miért vállalod magadra a felelősséget? Miért? Nem kell megtenned. Félsz, hogy a felnőtteket jobban megbüntetik, mint téged? Ez így nincs rendjén. Ti nem tehettek róla. Gyerekek vagytok. Ne merjen hozzám nyúlni. Ne lökösse már. Ott az ajtó. Nem szabadul meg tőlem. Visszajövök. Távozzon. Kátya! Bent felejtette a kabátját. Köszönöm, Nyuszi. Make a difference between real and fake. You can't bear the fire. Can't bear the flame. You can't bear the fire. You men are all the same. You can't bear. Te meg mit művelsz? Semmit. Megünneplem a bukásomat, ennyi volt. Leiszod magad? Hé, elég. Megőrültél? Te őrültél meg. A problémák a jeges teában is elúszkálnak. Na igen. De most már nyugodtan berúghatok. Tessék. A radikális állatvédők egy követ fújnak az állatorvosunkkal. Lehet, hogy a doki nem csak oltani jár ki. Nagyon valószínű, mert a házában rejtegeti a teljes aktivista csoportot. Mit mondott rá a két bűnösünk? Fogalmam sincs. Kiki elköltözött. Nem akar olyan emberekkel együtt élni, mint én, és benned is csak. Hogy elköltözött? Ahogy mondom. Ha szeretnéd leöblíteni egy Long Island-del, benne vagyok. Micsoda egy nap. Ha ez a nap hal lenne, akkor mindegy. Sophie, hol van? Miért nincs itthon? Mi? Mark, muszáj beszélnem vele. Most? Egy kislányról van szó. Nem tudok elaludni, csak forgolódom. És nem várhat reggelig? Sophie egy barátnőjével van. Szüksége van távolságra. Miért? Mi van a kislánnyal? Sophie osztályába jár. A szülőknek súlyos gondjaik vannak. Azonnal beszélnem kell a gyerekkel, anélkül, hogy az apa megtudná. Különben még nagyobb baj lesz. Na jó. Hívd fel Sophie-t. Jó, mindjárt. Jó, de talán ne éjszaka. Tudod, hány óra van? Nem. Nem is baj, hogy Sophie nem volt itt. Nem is kopogtál.
Hogy ne kopogtam volna? Feltépted az ajtót és felkapcsoltad a pillanat. Nem, nem igaz. Dehogy nem. Komolyan? Igen, komolyan. Sajnálom. Jó, akkor most megyek is. Jó, vagy volt még valami? Igen, hogy rajtad is gondolkodtam. Rajtam? Rajtatok. Sophie is rajtam? Nem, Szemen Kikin is rajtad. Beszélned kéne velük. Köszönjem meg nekik, hogy munkanélküli lett. Nem, de ki tudja, hát ha mégis igazuk van. Hm? Na, aludj jól. Hé, hey, a lámpa! Sophie, ne húzd már megint egyből fel magad. Nem húztam fel magam, csak nem tudom, mit akarsz tőlem. Gratulálni, hogy Mark lassan vége a dalnak? Sophie, nem Mark miatt hívlak. Krisztinával van problémám. Miért? Nem jön ma iskolába? Nem tudom, gondolom bemegy. Azt hittem, ott dolgozol. Ha találkozol vele, kérlek, küld ki. Beszélnem kell vele. Az iskola előtt várom, jó? Legalább a szünetet várd meg. Nem lehet. Nyugodtan akarok beszélni vele. És nem szeretném, ha bárki megtudná. Oké, bár hivatalosan tanítás van, megnézem, mit tehetek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Szia, Krisztina! Ha Benny miatt jött, már tudok róla. Miért? Mi van vele? Sokkal jobban van. Hát ez nagyon jó hír. Úgyhogy az anyukám ma már haza is jöhet. Ennek tényleg nagyon örülök. Úgy sajnálom a tegnapit. Apukád nagyon mérges volt. Magára volt mérges, és nem ránk. Nem mondott rám csúnyát? Apukám ritkán káromkodik. Akkor jó. Emlékszel, hogy nemrég meséltem egy történetet a gyerekkoromból? Utána valamit nagyon-nagyon megfogadtam. Mindig számíthatsz rám. Bármikor megkereshetsz, bármi baj van, oké? Többet nem hagylak magadra. Indián becsület szavamra. Én is meséljek egy történetet? Uh-huh. Mikor még nagyon kicsi voltam, feltaláló akartam lenni. Rajzoltam egy hatalmas űrhajót, amiben az egész világ belefért. Autók, házak, növények, mezők, meg minden. Csak az alkohol volt tilos. Azt nem vittünk. Megértelek. Hello, na kisember. Na látod. Nézd itt a kiskacsád. Rendbe jön. Nagyon örül, hogy láthat. Úgy hallom, hogy ma már hazamehet a kórházból. A férjem elmesélte, milyen hazugságokat terjeszt rólunk. Segítek a csomagolásban. Hagyjon, kérem. Már gyerekként ismertem az összes trükköt. Ezt is. Gyakran nem mentem suliba, mert vigyázni akartam az anyukámra.
Ráadásul sosem tudtam, hogy délben ki tudja-e még nyitni nekem az ajtót. Sose hívtam meg hozzánk a barátnőimet. Vajon még ágyban van? Vagy már megint támoljuk? Vagy kivételesen józan? Az esküvőtől is tartottam. Elsüllyedtem volna szégyenemben, ha részegen állít be a templomba. Mindenki kinevetett volna. 5 évesen. 5 évesen már kiváló kávét tudtam főzni. Megtanultam zsarolni a kávéval. Azt mondtam, hogy idd meg, hogy kijózanodj, vagy pedig megszököm és börtönbe kerülsz. Rettegtem. Tudtam, ha apu hazajön, megint veszekedés lesz, mert olyan furcsa. Furcsa. Mindig ezt mondtam rá, ha részeg volt. 8 évesen tudtam, mennyi időbe telik, mire lebomlik az alkohol. Én voltam az anya, és az anyám volt a gyerek. Egy lépéssel előtte akartam járni, de valahogy nem sikerült. Nem értettem, hogy lehet részeg, ha nincs is alkohol a lakásban. Csak később jöttem rá, hogy megitta apukám arcszeszét. Mondtam, hogy távozzon. Ha azonnal nem megy el. Jó. Segítsen neki. Egyedül nem fog menni. Csinálok vacsorát. Jó napot! Jó napot! Állatorvos vagyok, a nevem Mark Weber. Szeretném megnézni az istállójukat. Georg, kijönnél? Nem fontos, egyedül is megtalálom, köszönöm. Maga sehova sem mehet be! Na, elintézem, köszönöm. Mi van már megint? Semmi, csak úgy hallottam, hogy az istállóban nincs minden rendben, ezért... Ki hold össze mindenfélét? Nos... Ki maga egyáltalán? Az úr doktor Mark Weber. Így van. Az állatorvos. Aha. Az, aki az újságban is volt. Igen, az, aki az újságban is volt. De nyugalom. Magukkal ellentétben nincs titkolnivalom. Hát nekem sincs titkolnivalom. Tudja mit? Hívjuk a rendőrséget, ha? Hm? Kötelességem az állatok jólétéről gondoskodni. A jogalapot pedig a 78-as állatvédelmi törvény adja. Mi? Állatvédelem. Hallott már róla, nem? A 81. május 21-i módosítás. A hatósági állatorvosok jogáról és kötelességeiről, na meg a helyi rendelkezések, de minek magyarázzam? Nyilván tudja. Tudod mit, te okos tojás? Házkutatási parancs nélkül be nem teszed ide a lábad. A házkutatási parancshoz pedig bizonyíték kell. Bizonyíték, jól mondja. Meg is lesz. Viszontlátásra! Then my chick is over. So best.
micsoda disznóság. Én megmondtam. Igazad volt. Hát megjöttél, kicsim. Ó, mondjak valamit. Lehet, hogy Benny már 2 hét múlva hazajöhet. Hát nem szuper? Kiengedtem egy darált húst. A bolonyait te is szereted, ugye? Hm? Milyen volt a suliban? Szuper. Uh-huh. Jó. Tudom, hogy miért nem használhatjuk soha. Nem azért, mert túl drága, hanem mert ez nem is ecet. Tedd le az üveget, kicsim. Elég, megőrültél? Ha? Mert te is úgy viselkedsz, mint a nővéred. Hogy képzeled? Nem! Nem akarom ezt így, anyu! Nem akarom, hogy olyan szagod legyen! Kérlek, legyél végre megint normális! Megteríted az asztalt, én pedig feltakarítom. Az egyetlen, aki nem normális, az te vagy. Köszönöm, nagyon köszönöm. Mindent kinyomtattam, és bevittem a rendőrséghez. Az újság is interjút kért. A gazda nem ússza meg számára. Ez az. Így lesz Pálból Saul, és újból Pál apostol. Megint állatorvos vagyok. És velem mi van? Én vezettem a helyes útra. Te vagy Jézus Krisztus. Keresztre akar feszíteni. Miről beszéltek? Semmi, csak hülyéskedünk. Nem úgy volt, hogy elköltözöl? El is költöztem. Most Jézus Krisztusnál lakik. Szemnél. Minden rendben. Jó. Semmi baj. Minden rendben. Jó van. Na?
Valaki megint nem figyelt, mi? Te is pontosan tudod, hogy ki volt. Laura, most te is anyádat gyanúsítod. Mikor csak ma jöhetett haza? Laura! Te is nagyon jól tudod, hogy mind ment keresztül a héten! Jó, menj el. Bújj be az ágyba. Elintézem. De majd csak reggel. Gyere, téged is lefektetlek. Hé, nem hagyhatlak ülve ebben a füstben. Adj 5 percet. Nem. Most. Nehogy ránk gyújtsd az egész házat. Semmi baj, drágám, nem történt semmi. De gyere. Gyere, drágám, gyere. Gyere velem, máshol alszunk. Hol? Ahol biztonságban vagyunk. Gyere. Let's give it up for the rain, heavy fall and the halo. Not even once I never saw signs of trouble. Biztos a barátnőjénél van. Nem ez az első reggeli nélküle. Igen, tudom. De akkor is. A francba annyira félek, hogy nem jön vissza. Miért félsz, hogy nem jön vissza? Mert túl sok minden történt, Ludwig. Csak rossz éjszakánk volt.
Vissza fog jönni. Tessék. Tudom, hogy hol van. Beszélünk az apáddal. Valahogy meggyőzzük. Meg fogja érteni, hogy anyádnak így a legjobb, nem? De a legrosszabbat még nem is tudja. Mindketten isznak. Mi? Apám rakta be Benit a fürdőkádba. Aznap nem volt fuvarja. Oda akartam figyelni rá, de elfecsegtem az időt. Olyan részeg volt, hogy Stine kiabálása sem ébresztette fel. Mi hívtuk ki a mentőt, azt hittem Benny meghalt. Emlékszik még, mikor hazavitt minket? A zsalugáter be volt csukva. Az apám még mindig aludt. Ezért nem akartátok, hogy bemenjek. Elmeséltük neki, hogy mi történt. Az apád hagyja, hogy te vállald a felelősséget. Ez időtlen idők óta így megy már. Laura! Maga nem fogja tönkretenni a családomat, világos? Elintézi ezt maga is, Feichmeier úr. Hol van a lányom? Nyugodjon meg, kérem. Én nyugodt vagyok, oké? Okay? Én nyugodt vagyok. De maga elefánt a porcelánpadban. A lányom oda bent van. Tudom, hogy maga is iszik. Szia, apu. Laura beszállnál a kocsiba? És beszélni fogok a főnökével. Majdnem leégett a házuk. Mire vár még? Uramisten, Krisztina égve felejtette a tűzhelyt. Kérdezze meg tőle, szállj már be abba a rohadt kocsiba! Kérlek! Csak egy pillanat, ne haragudj, kérlek, ne haragudj! Figyeljen! Mi egy jó család vagyunk. És nem engedjük, hogy tönkre tegyen minket. Ez így nem mehet tovább, Ludwig. Tönkre megyünk. Thank you.
Két hónappal később. Kedves Katya, sok minden történt azóta. Jelenleg Traunsteinben lakunk. Anyu talált egy orvost is, aki segít neki. Nem egyszerű, de megígérte, hogy végigcsinálja. Benny is teljesen meggyógyult. Forma 1-es autóversenyző akar lenni. Én is rendesen járok a suliba, sokat tanulok, mert tudom, hogy csak így lehet jövőm. Á, igen, apu többször meglátogatott. Még nincs teljesen meggyőzve, de megoldjuk. Utóirat, a mellékelt képet Krisztina rajzolta. Azt mondta, maga érteni fogja. Sör, bor, pezsgő, tilos. Magyar hangok. Mezei Kitti, Kobela Kira, Pekár Adrien, Gulás Fanni, Dányi Krisztián, Madai Gábor, Borbíró András, Erdős Borcsa, Várkonyi András. Magyar szöveg Niklós Krisztina. Hangmérnök és vágás Gajda Mátyás. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Szalai Csongor. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.